Ellenség. Ellensége mindenkinek akad. Ez természeti törvény. Az ember akaratát az ellenállás, a küzdelem acélozza. Mindazonáltal valahányszor fúj valaki ránk, vessünk számot magunkkal, hogy valamely cselekedetünk-e az oka. Ha rosszat tettünk, engeszteljük meg. Ha nem lehet, tegyünk iránta annyi jót, amennyi tőlünk telik. Vannak azonban olyan ellenségeink is, akik nem a mi védségünkből ellenségeink. Ezek ellen se tegyünk rosszat. Csak pajzsot emeljünk, de ne nyilazzunk vissza. Az ilyen ellenségek állati emberek. Hideg nyugalommal tartsuk szemmel őket. Nekem a gyönyörűségeim közé tartozik az, hogy mikor lehet, az ilyen ellenségemnek jót teszek a háta mögött. Ő ne tudja meg, mert ez meghunyászkodás lenne. A tökéletlen ember inkább maradjon ellenségem, mint sem, hogy barátommá váljék. De mi gyönyörűség van abban, hogy jót teszünk olyan embernek, aki még ártalmunkra tör. A különbség érzete ez a gyönyörűség. Amit valaki dühében cselekszik, nem ő cseleksi, hanem a düve.